Jó napot kívánok! Déri Tibor vagyok, a Baranya megyei Szakképzési Centrum Simonyi Károly Technikum és Szakképzőiskola igazgatója. Iskolánk a valamikori 508-as számú ipari szakmunkásképző intézet 1953-ban nyitotta meg kapuit, és akkor vályárképzéssel tanfolyami formában kezdte meg a munkát. 1956 a következő dátum, amikor már iskolarendszerű képzések is indultak az 508-asba, és itt már a föld alatti munkának szinte az összes szakmájára képeztek iskolarendszerben diákokat, vályárokat, föld alatti ácsokat, villanyszerelőket, lakatosokat. 1960-as években a Szigeti útra költözött az iskolánk, 1965-ben a már lebontott orvostudományi egyetemmel szembe állt egy épület, amelyikben folytattuk a tanulmányainkat, tanításainkat, és itt nem csak iskolarendszerű képzést folyt, hanem kollégiumi elhelyezést is biztosítottunk a diákok számára. 1967 és 70 között a szakmák átrendezésével még több szakma került az iskolához, és egy idő után kinőttük a Szigeti úti kicsi épületet. 1980-ban kezdődött meg ennek az épületnek az építése, 81-ben adták át, és ebben az időben még további szakképesítések is kerültek ide az 508-asba. Sok névváltozáson esett át az iskola, és a legutóbbi névváltozásunk 2004-ben volt, amikor Simonyi Károlynak a nevét vette fel az iskola. Addig pedig 1975-ben beindítottuk az érettségit nyújtó esti felnőtt oktatásunkat, vagy 1985-ben beindítottuk az ifjúsági képzés keretében az érettségit adó szakközépiskolai képzésünket, és 1987-től pedig több versenyünk is indult itt az iskolába, mint például az országos középiskolai fotókiállítás és pályázat, a regionális fodrász-kozmetikus tanulóverseny, és a 90-es évek elején, 1991-ben pedig indult a Simonyi Károlyról elnevezett elektrotechnika verseny, ami azóta már országhatáraikon kívülről is várja a versenyző diákokat magyar nyelvű szakközépiskolai osztályokból. Több épületünk épült. 1995-ben megépült a faipari tanműhelyünk, amit most F épületnek nevezünk. 2000-ben bővítettük az M épületet, és a műszerész képzést annak helyet adó M épületünkre még informatikai tantermeket építettünk. 2004-ben, amikor a névváltozás volt, amikor felvettük Simonyi Károly professzor úr nevét, akkor pedig a fodrász kozmetikus tanműhelyeket építettük meg iskolánkban. 2011-ben egy új épület épült a park közepére, amely új épület a megújuló szakképzés háza nevet viseli, ugyanis itt az épületgépészek kaptak helyet, és nem csak épületgépészeti szakmákat oktatunk, hanem a megújuló energiákkal kapcsolatos tudást is átadjuk diákjainknak. 2015-ben pedig egy nagyszabású átalakítása folyt a szakképzési rendszernek, és ekkor került iskolánk az akkor még pécsi szakképzési centrumhoz, most manapság már Baranya megyei szakképzési centrumnak hívják. Simonyi Károly professzor úr dolgozó szobájában vagyunk, ebben a környezetben alkotott, tanult, fejlődött és készült az óráira. Simonyi professzor úr nagyon sok díjat kapott. Ahogyan említettem, Kossuth díjat, állami díjat, akadémiai díjat, magyar örökségdíjas, magyar köztársasági érdemlet tiszti keresztjének birtokosa. Mérnök, jogász, tanszékvezető, kutató, kiváló pedagógus és nagyszerű ember volt. Ezért választotta iskolánk névadójául, akit példamutatásáért lehet a diákok és a tanárok elé állítani. Néhány adat az iskolánkról. A Simonyi Dél-Dunántúl egyik legnagyobb, Baranya megyének pedig a legnagyobb szakképzőintézménye. Nagyon sok diákunk van, és nagyon sok képzést kínálunk. Diákhelyünk létszáma ebben a tanévben 1157. 86 főállású pedagógus és 14 óraadó tanítja a diákjainkat, valamint másik két iskolából két óra, áttanító óraadó is van az iskolában, akik néhány órában szakmai elméleti órákat tanítanak. Az iskola működését a technikai és adminisztratív dolgozók segítik, akiknek a létszáma 21 fő.
Képzéseinkről. Ahogy mondtam, nagyon sok szakmát kínálunk. A technikumi oktatás keretében 9 szakmából választhatnak a diákjaink. Röviden felsorolom őket, mert ezeknek a szakmáknak a tartalmát a kollégáim ismertetni fogják a későbbiekben. Automatikai technikus, dekoratőr, épületgépész technikus, faipari technikus, fodrász, fotográfus, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, kozmetikus technikus és szoftverfejlesztő és tesztelő szakmát kínáljuk diákjainknak. A szakképzőiskolai képzésben pedig 7 szakmát oktatunk, az asztalost, a bőrdiszművest, elektronikai műszerészt, épület és szerkezetlakatost, hűtő és szellőzőrendszer szerelőt, kerámia és porcelánkészítőt, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelőt és a víz és csatorna rendszer szerelőt képezzük. Érettségizett diákok a fenti, az előbb felsorolt szakmák közül bármelyiket választhatják. Az érettségre épülő képzés 2 éves. A kislétszámú jelentkezések esetén egyedi tanrendet is tudunk összeállítani, de ezt csak a felnőtt képzés keretében tudjuk megvalósítani. A 3 éves szakképesítésekben pedig csak a szakmai elmélet és gyakorlati órákat kell érettségizett diákjainknak látogatniuk. Felvételi feltételekről néhány gondolatot. Egészen pontosan nincsenek előírt felvételi vizsgák, amelyeket a tanulóknak le kellene tenniük, viszont kell iskolai végzettség, bizonyos szakmáknál az érettségi, bizonyos szakmáknál elegendő a 8 általános iskolai végzettség. Szinte minden szakképesítés esetében szükséges, hogy a tanuló a szakma elsajátításához és gyakorlásához megfelelő egészségi állapottal rendelkezzen, tehát egészségügyi alkalmassági vizsgálatot kell végeznünk. A dekoratőr szakma esetében még szakmai alkalmassági vizsgálat is folyik. Nem tartunk felvételi vizsgát. A felvételi rangsort a 8-at végzett diákok számára az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján készítjük el. Minden tantárgynak 5-től a 8. fél évig terjedő időszakában vizsgáljuk az érdemjegyeit. Ez alapján készül egy pontozási rendszer segítségével a rangsorállítás. Az érettségivel rendelkező tanulóink pedig érkezési sorrendben a létszámkeretek feltöltéséig kerülnek beiskolázásra, ott még csak ilyen rangsort sem állítunk fel, hanem ameddig van férőhelyünk egy adott szakmának a képzésére, addig a diákokat szépen sorrendjébe fölvesszük és beiratjuk. Iskolánkban 1 idegen nyelvet kötelező választani, az 1 idegen nyelv az vagy az angol, vagy a német lehet. Az informatikában csak az angolt választhatják a diákok, hiszen szakmai informatika keretében az angol tantárgyat tanulják szakmai tantárgyként. Tanulni viszont kell, és nem csak az idegen nyelveket, nem csak a közismeri tantárgyakat, hanem az érettségire épülő képzések esetében is nagyon fontos, hogy a diákok jól megtanulják a szakmát. Azaz tanulni kell, és ezt majd a vizsgákon bizonyítani is fogják a diákok. Több vizsgát is tartunk diákjainknak. Ezek közül az első vizsga, amelyeken átesnek diákjaink, az ágazati alapvizsga. Ennek a vizsgának az a lényege, hogy a diákok, ha sikeresen ezt a vizsgát letették, akkor vállalhatnak gyakorlati képzőhelyen munkaszerződéssel gyakorlati oktatásra irányuló tevékenységet. A másik vizsga a fodrász kozmetikusokat érinti, köztes vizsga, 14. év elején van, gyakorlati vizsgáról beszélünk. A tanulmányok végén pedig több vizsga is van, szakmai vizsgát tesznek a szakképzőiskolás tanulók, a technikumba járó diákjaink pedig érettségi vizsgát, illetőleg technikusi vizsgát tesznek. Átjárási lehetőség is van, de az átjárási lehetőségekről majd a 9. évfolyamban osztályfőnöki órákon beszéltek. A kollégiumi elhelyezést igénylő diákoknak a nevelési központ kollégiuma biztosít férőhelyet. A kollégiumért nem kell fizetni, ingyenes, csak az étkezést kell fizetni. Egyébként étkezni, ebédelni, itt nálunk a menzán is lehet az iskolai éttermében, nagyon kedvezményes áron vehetik igénybe diákjaink az étkezést, akár itt helyben, akár el is vihetik az ételt. Végezetül, miatt megköszönném a figyelmüket, szeretném figyelmükbe ajánlani iskolánk honlapját,
mert hogy ezen a honlapon szinte napra készen tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket a felvételi eseményekről. Kérem önöket, hogy nézegessék a szakmákat, választanak bölcsen, mert hiszen életük egyik legfontosabb döntése előtt állnak. Nem mindegy, hogy a következő 40-50 évben mi lesz az a tevékenység, az a munka, amivel a fenntartásukat, a családjuk fenntartását biztosítani tudják. Hozzánk, a Simonyiba, nagyon sok jó szakmáért jönnek a diákok, és azért, mert szeretnek hozzánk iskolába járni. Tanulni már kevésbé, de iskolába nagyon szeretnek hozzánk járni a diákok. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok bölcs döntést, sikeres pályaválasztást. Viszontlátásra! Gábor vagyok, faipari oktató. Én tanítom az asztalos szakmát. Kedves pályaválasztó fiatal, az asztalos szakmát 3 évig kell tanulni, majd utána szakmai vizsgát kell tennetek. A képzés jó részt a faipari műhelyben történik, de meg kell hozzá tanulni az asztalos szakmai elméletet is. A gyakorlat kezdetben az alapvizsgáig az iskola tanműhelyében történik, majd utána a külső gyakorlati helyekre, illetve faipari cégekhez mentek majd tanulni. Mi az, amit meg kell tanulnotok? El kell menni, fel kell tudni helyszín felméréseket végezni. Utána meg kell tervezni, le kell rajzolni, amit gyártani fogtok, kiszámolni, hogy milyen anyagra van szükség. Aztán faipari gépeken, kézi kisgépeken a rajzokról el kell tudni végezni a munkát, majd a kész munkát el kell vinni, és odaadni a tulajdonosnak, beszerelni a lakásokban. Kiket várunk? Azokat várunk, várjuk, akik szeretik a fát, az élő anyagokat, akik szeretnek műhelyben dolgozni, precízek, pontosak, és szeretnek alkotni, tárgyakat készíteni. Várunk titeket szeretettel, asztalosokat! Olyan Gábor vagyok, faipari mérnök, a technikus képzés 5 éves, a diákok érettségit szereznek és szakmai végzettséget, amit meg kell nekik tanulniuk, terveznek, rajzolnak, műszaki dokumentációt készítenek, gyártás előkészítési rajzokat készítenek, helyszínen felmérnek, gyártanak, beépítenek, levezénylik az asztalos termékek gyártását, faipari gépekkel dolgoznak, kézi kisgépekkel dolgoznak, számolnak, mérnek, terveznek. Azoknak ajánljuk a szakmát, akik szeretnek szakma mellett érettségit is szerezni, és egy versenyképes szakmát megtanulni, aki szereti a természetes anyagokat, szervez és irányít. Kedves pályaválasztó fiatalok! Zoltán Éva vagyok, bőrdisznóműhely szakmai tanár, 15 évet tanítom a bőrdisznóműhely szakma elméletét és gyakorlatát. Az iskola bőrös tanműhelyében vagyunk, ahol 10. tanulók gyakorlatot végeznek. Mit is tanulnak a bőrdisznművesek? Erszényeket, pénztárcákat, tokokat, táskákat készítenek időseknek, fiataloknak, fiúknak, lányoknak. Az alapismeretek megtanulása után, mint például a varrás és a szabás, a gyerekek termékeket készítenek saját tervezésű alapján. A termékek listája folyton bővül a tanulók egyedi tervei alapján, a mindenkori divatnak megfelelően. Ha ezt a szakmát választod, a 9. évfolyam végén az ismeretekből alapozó vizsgát kell tenni, majd 3. év végén, a szakmai vizsga után, akár önálló bőrdisznművesként is dolgozhatsz. Ajánlom ezt a szakmát olyan fiataloknak, fiúknak és lányoknak, akiknek van türelmük kivárni a tervek megvalósulását, elég kreatívak és bátrak a vállalkozáshoz. Szabó Klarisz vagyok, az iskolának a porcelán szakos tanulóinak az elméleti tanára, és itt az iskolában, akik a kreatív ágazatban a 3 szakmairány közül választók, készíthetnek többek között porcelán tárgyakat, amik igazából a porcelán tárgyak nyersgyártásáról szól, illetve a következő mód, amikor égetés után festés és díszítés kerül a tárgyakra, ezt pedig a porcelán festő szakos hallgatók tanulhatják meg. Van még a gipszmodellkészítő szakmai irányunk is,
amit gyakorlatban elsajátíthatnak a tanulók a zsónai porcelángyárban, ugyanis minden egyes tanulónk gyakorlati helyszínéül választhatja ezt a méltán híres gyakorlati helyet. Azokat várjuk erre a szakra, akik szeretnek valamiféle kreatív tevékenységet végezni, illetve szeretik a saját kezük munkája által látott tárgyakat látni, akik szeretnek rajzolni, szeretnek kézműveskedni, és kipróbálhatják magukat a tárgykészítés során. Akik nálunk végeznek, várja őket, mint már munkaadó a zsolnai gyár, amit a gyakorlati idejük alatt megismerhetnek a tanulók. Szabó Klarisz vagyok, a kreatív szakágon dekoratőr szakon is tanítok tanulókat. Ők jelenleg éppen dolgoznak. A dekoratőr szakágnak pedig a szépségei nálunk az iskolában azok, hogy az 5 éves képzés során remek tanárok segíthetnek abban, hogy megismerjék a diákok a szakma történetét, hogy megtanulhassák a tér és a kirakatrendezés igazi fogásait, valamint azt, hogy hogyan kell látványtervet készíteni. A grafikai és tipográfiai tanulmányok is ezek között vannak, a szakmai technológia ismerete, az eszközök használatának az elsajátítása, makettkészítés, különböző szakmai trendek, multimédiás ismeret megszerzése, mind-mind arra készít fel, hogy képessé váljanak majd akár vállalkozóként is piacképes terveket készíteni és megvalósítani. Azért válasszák ezt a szakot a gyerekek, ezt a dekoratőr szakirányt, mert fejleszthetik itt a rajztudásukat, kifejezhetik a dekoratőr és kreatív adottságaikat, és az érettségi mellett szakképzettséget is szerezhetnek. Pesti András vagyok, fotós, gyakorlati oktató. A fényképezés egy műszaki szakma, kreativitásra épül, objektíveket, fényképezőgépeket, műtermi berendezéseket használunk, és kiegészítjük a saját kreativitásunkkal. Nagyon fontos a szakmában a kommunikáció, meg kell értenünk, hogy az ügyfelünk mit szeretne. Saját tapasztalatunk és kreativitásunk alapján vizuális megoldásokat javasolunk és elkészítünk. A fénykép nem sikerül, hanem gramra pontosan elkészül. Erre a szakmára várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretik a csúcstechnikát, számítástechnikát, jól kommunikálnak és kreatívok. Gelencsér Géza vagyok, villamos mérnök tanár, oktató a Simonyi Károly Technikum és Szakképzőiskolában. Itt most jelen pillanatban az elektronika és elektrotechnika ágazat automatikus technikus szakképzés óráján vagyunk. Miért érdekes ez a szakma? Azért érdekes, mert egyrészt érettségit ad, másrészt pedig technikus szakképzettséget emelt szinten biztosít. Ajánlom azoknak, azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a műszaki szakma, a gépek, berendezések, épületek önműködő irányítása. Mondok egy-két példát. Ilyen automata kapuval mindenki találkozott már, és tudja, hogy azt is távirányítással lehet működtetni, azt is lehet automatikai módon megoldani. Ezen kívül most már vannak az okos házak, ahol például akár a redőnyöket, akár a klímát, akár a fűtést távol lehet vezérelni. Tehát ezek a mostani technikák megkövetelik az automatizáláshoz értő szakembereket. Miért érdemes nálunk ezt a szakképzettséget megszerezni a Simonyiban? A visszajelzések nagyon pozitívak, szeretnek ide járni a gyerekek, nagyon jók az oktatóink, évről évre tapasztaljuk, hogy mindig többen választanak minket. Tanáraink kiváló szakemberek. Elektronikai műszerész csoportban vagyunk. Éppen egy fontos feladaton dolgozunk, itt a fiúkkal. Mindenkit üdvözlök. Ez a szakképzettség is nagyon keresett a jelen pillanatban a munkaerőpiacon, akár üzemekben, gyárakban, akár mint egyéni vállalkozóként lehet elhelyezkedni ebben a szakmában. Felkapott szakma, jelen pillanatban is hiány szakma, nagyon sok helyen keresik, sok
jelen pillanatban is sok olyan munkahely létezik, ahol el tudnának helyezkedni ezek a fiúk. Mindenkinek javaslom, fiúk, lányok is jelentkezhetnek, nem csak fiúk, ez igenis lányszakma is lehet. Egy munkahelyen viszonylag kellemes környezetben lehet végezni a munkát. Sok forrasztással, méréssel találkozhatunk ennél a szakképzettségnél. Olyan feladatokat is el kell végezni, ahol hibafelismerést, hibajavítást kell végrehajtani. Mindenkinek ajánlom, mert a jövőben el tud helyezkedni, és lesz munkája. Szebény Zsolt vagyok, a épületgépész mérnök tanár az iskolába, és most ugye az elkövetkezendő néhány percben az épületgépészeti szakmákat szeretném bemutatni, amelyben van épületgépésztechnikus, központi fűtés, gázvetékszerelő, vízcsatorna szerelő, hűtő és szellőzésrendszer szerelő, és még egy szakterületet, ami ugyan nem az épületgépészet része, az épület és szerkezet lakatos szakképesítést. Az épületgépész technikus képzés az iskolánkban 4 tanév, illetve plusz egy tanév képzési idő alatt szerezhető meg, amelynek az első 2 tanévében a tanulók az alapcsővezeték szerelési feladatokat fogják elsajátítani, megismerkednek a menetes kötésekkel, a részcsöves forrasztással, a műanyagcsövek szerelésével. A 11. és 12. évfolyamon tanulóink mélyebb szakmai ismeretek keretében a szakmai elmélet és szakmai gyakorlati oktatással is találkoznak. Radiátort, mosdót szerelnek, gázkészüléket is szerelnek, illetve légcsatornát építenek, valamint a hűtőberendezéseknek a főbb szerkezetjelmét ismerik meg. A központi fűtési gázhálózat rendszerszerű szakmában tanulóink hőleadókat, hőtermelőket és egyéb háztartási, illetve ipari fűtőkészülékeket építenek be a lakossági és ipari épületekbe egyaránt. Ezekre a képzésekre várjuk szeretettel a idén 8-os jövőre leendő 9-es tanulóinkat, akiknek egy 3 éves képzés keretében tudunk biztosítani egy központi fűtés és gázhálózat rendszer és berendezés szerelő képesítést. Az épület és szerkezetlakatos tanulók esetén a tanulók igazából a terepen és illetve gyártócsarnokokban végzik a feladataikat. Nekik a különböző hídszerkezetek, gyártócsarnokoknak, az acélszerkezeteinek a gyártására kell majd igazából a figyelmüket nagyrészt fordítani. Tanulóink, amikor elvégezték a szakmát, különböző területeken tudnak munkát vállalni. Elkészítették az épületeknek az acélszerkezeteit, ilyen lépcsőkorlátait és erkélykorlátait, ablakrácsokat készíthetnek, különböző hídszerkezetek gyártásába vehetnek részt. A hűtő és a szellőzés rendszer szerelő szakmában tanulóink első körben a légcsatorna hálózatoknak a megépítésével, beüzemelésével, egy épületeknek a klimatizálásával foglalkoznak. A képesítésük megszerzése vége felé lehetőségük nyílik egészen a háztartási klímaberendezésektől, hűtőgépektől, a ipari méretekig alkalmazott hűtőkamrákon keresztül megismerni a szakmának a szépségeit, és ezáltal a nyári nagy melegnek a készülékeit üzembe helyezniük az épületekben. Nagyon fontos a kommunikációs készségük a tanulók esetében. A gyerekek szakma megszerzését követően helyszínen, lakásokban, épületekben emberekkel fognak jellemzően kommunikálni, beszélgetni, illetve ott fognak szerelni. Fontos az, hogy megértően, érthetően el tudják mondani, amit szeretnének, és igazából azt mondom, hogy a munkát is tisztességesen, jó minőségben tudják ellátni. A víz- és csatornarendszer szerelő szakmában jellemzően az épületekben
épületekben fürdőszobákat, közintézményekben vizes blokkokat, WC helységeket és egyéb vizes helységeket, ilyen kommunális helységeket létesítenek a tanulóknak. Nekik lehetőségük van egyéni vállalkozóként is, illetve cégeknél, nagyobb közüzemi cégeknél is feladatot ellátni. Megismerkednek a vízmérésnek a módjaival, szennyvízelvezetésnek a dolgaival. A tanulók a szakma megszerzését követően elhelyezhetnek vállalkozói szférában, lehetnek egyéni vállalkozók, de dolgozhatnak alkalmazottként is a különböző gazdálkodó szervezeteknél. Az előbb bemutatott szakmákra elsősorban jó műszaki érzékkel rendelkező fiú tanulók jelentkezését várjuk, akik képesek csapatban dolgozni, szeretik a napi, mindennapi kihívásokat, és jó egzisztenciát, illetve stabil munkahelyet szeretnének szerezni. Sziasztok, Beke Ágnes vagyok, az egyik programozó oktató ebben az iskolában. Szeretném nektek bemutatni az informatikai és távközlés tagozatot, ami nálunk 5 éves. Ebben a tagozatban megtanultak szoftvert fejleszteni, tesztelni, dokumentálni. Olyan programokat fogtok élni, amely majd tud futni egyébként mobilon, bármilyen operációs rendszeren is. Megtanultak weblapokat élni, webalkalmazásokat élni. Megtanultak majd olyan szoftvereket élni, mint például a Discord, mint például bármilyen webes applikáció, amit használtok. A Facebookot is megcsinálhatjuk egyébként, ha kedvetek van. Hálózati ismereteket elmélyítitek, tudtak majd számítógépet összerakni, hálózatot kezelni, bármilyen rendszergazdai dolgot teljesíteni, ami az iparban szükséges. Ezen túl láthatjátok egyébként, hogy az ipar hogy működik, a csapatban fogtok dolgozni, megtanultak emberek között lenni, egy-egy észfeladatot megcsinálni. Elsősorban olyan fiatalokat várunk ide, akiket érdekelnek a számítógépek, képesek leülni a számítógép elé, és kis feladatokat, részgondolatokat véghez vinni. Sziasztok, Kolovics János vagyok. A rendszerüzemeltető szakmának az összes szakmai tárgyát, illetve programozási ismereteket tanítok ebben az iskolában. Elmondom nektek, hogy ez a szakma a rendszerüzemeltető technikus szakma miről is szól. Arról, hogy itt helyben megtanuljátok azokat az elemeket, amelyek a különböző keresztplatformos operációs rendszereknek az üzemeltetéséhez szüksége. Gondolok itt a Linux, a Windows, illetve a Mac operációs rendszerekre is akár. Felelősségi körödben fog tartozni a felhőszolgáltatások tárgykörében tartozó informatikai eszközöknek az integrálása is. A projektmunka keretében pedig megtanulsz együttműködni a kollégáiddal, amit nem csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is magas szinten fogsz tudni művelni, hiszen vizsgát kell tenned a szakmai értékelés végén angol nyelvből is. Kiket várunk erre a szakmára? Azokat a fiatalokat, akik nem csak használni akarják a különböző szintű operációs rendszereket és felhőszolgáltatásokat, hanem magas szinten művelni és gyakorolni is a társadalom javára. Szeretettel köszöntök mindenkit! Rideg Gáborné Jolán vagyok, a fodrászok oktatója iskolánkban. A fodrászatot Keszler Inda tanárnő segítségével és több óraadó fodrász kolléganő segítségével oktatjuk. Igyekszünk minden diákot megtanítani a szép érzékre, minden diákot megtanítani a férfi és női fodrászat elsajátítására, a tevékenységének elsajátítására. Szeretnénk megmutatni mindent, ami a 21. század korszakában jelen van, és mindenki számára elérhető. A képzésünk 5 éves képzés, mely során a tanuló egy érettségit és egy szakképzettséget fog megszerezni. Ebben a szakképzettségben jelen lehet férfi fodrászként, női fodrászként, férfi-női gyermekfodrászként, és mindenkinek megmutathatja, hogy a saját stílusához, a saját egyéniségéhez mely az, ami leginkább illik, amellyel divatos, amellyel aktuálisan megfelelő stílusú lehet, megfelelő színvilágot hordhat, megfelelő formavilágot hordhat. Meg kell tanulnunk és meg kell mutatnunk a gyerekek számára a belső és a külső
is a gyakorlati helyek segítségével, hogy mindig fejlődni kell, mindig tanulni kell, mindig fontos a 21. század technikáit, anyagait figyelemmel kísérni, és ennek segítségével kialakítani a mindenféle ember, mindenféle típusú ember számára a legmegfelelőbb és a legaktuálisabb divatot, és stílust és frizurát. A kozmetikus tanműhelyben vagyunk, Szent Klárai Gabriellának hívnak. 17 éve tanítok ebbe az iskolába kozmetikus szakmai gyakorlatot és egyéb tárgyakat. Az iskolánk nagyon régóta foglalkozik kozmetikus képzéssel. A gyakorlatok egy része itt a kozmetikus tanműhelyben zajlik. Most egy szempillafestést és szemöldökfestést fogunk tudni bemutatni a járványhelyzetre való tekintettel. Iskolánkban nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Nagyon sokféle cégnek vannak termékei, illetve nagyon sokféle gépet is használhatunk kezelések során. A kozmetikus tanulók 9-től 10. osztályig szakmai alapozó képzésben vesznek részt, amikor kézügyességfejlesztő gyakorlatokat fognak tanulni. Ez festés, agyagformázás, kolláskészítés és hasonló technikákat. Ebből levizsgáznak, és utána jönnek a kozmetikus műveletek 11-től. Masszírozást, testmasszázs, szempilla szemöldökfestés, elektrokozmetikai kezelések, gyantázás, szőkítés. Ezek a műveletek azok, amelyeket egy kozmetikus a szalonjában is végez. A legmagasabb szintű gépi kezeléseket, különleges anyagot, különböző technikákat tudjuk megtanítani a diákjainknak. Minden olyan diáknak, aki szereti a szépet, szeret az emberekkel foglalkozni, ajánlanám ezt a szakmát.